Szó sincs erről, az kétségtelen, hogy a Jobbik igyekszik egy olyan politikát folytatni, amely nem csak kifejezetten jobbikosoknak, nem csak mondjuk Fidesz szimpatizánsoknak, hanem adott esetben igen, baloldali emberekhez is szól. A néppártosodás nálunk azt jelenti, hogy pártállástól függetlenül igyekszünk minden társadalmi csoportot, kortól, nemtől, vallástól megszólítani, azoknak egy lehetséges jövőképet, egy alternatívát nyújtani, hogy hogyan és miként lehet jobbá tenni ezt az országot.